Egy velencei vitorlás iskolát működtető állami cég kaphatja meg a fogyatékosok esélyegyenlőségére szánt jövő évi keret több mint felét, 135 millió forintot. A cég már tavaly is kapott ugyanennyit, rehabilitációs központot építenek belőle. A miniszterelnökség parlamenti államtitkára Elsimon László is nagyon érdeklődik az építkezésért, többször járt is már ott. Bátori Róbert riportja. Fogyatékosok számára árulnak készen elég borsos áron hajókat. Mi megpróbáltuk a saját magunk szellemi potenciáját beletenni és munkaerőnket, és úgy, hogy minél olcsóbbba kerüljön ez a lehetőség. Nagyon olcsó lett, pedig több mint 130 millió forintot kaptak rá. A fogyatékosok számára átalakított vitorlásba egy műanyag kerti széket csavaroztak bele a velencei tavi vízisportiskola szakemberei. A kormány a jövő évi költségvetésben a fogyatékosok esélyegyenlőségének támogatására 257 millió forintot különített el, de egy módosító beadvány ennek a felét elvenni, és el is veszi. A képviselő indoklásában azt írja, 134,7 millió forintot adjon a kormány ebből a pénzből egy velencei tavi vitorlásklubnak. Az indoklás egyszerű, már tavaly is kapott ugyanennyit a fogyatékosokra. Kovács Sándor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fideszes országgyűlési képviselő. Mozdonyvezetőként kezdte a pályafutását, később ápoló lett, aztán polgármester. Kerestük, hogy miért akar 130 milliót adni egy sportiskolának, de nem válaszolt. Lázasan folyik a munka, mindenki iparkodik. Tavaszra be kell fejezniük az építkezést a velencei tó partján. A 2,5 milliárdos beruházás többnyire uniós pénzből valósul meg. Lesz itt rehabilitációs és fejlesztő központ is. Az építkezést a velencei tavi vízisportiskola koordinálja. Az a sportiskola, amelynek 100%-ban egy állami cég a tulajdonosa. Ez az Agárdi sportiskola kapott 134 milliót a fogyatékosok pénzéből arra, hogy programokat szervezzenek nekik. Erre kellett egy átalakított hajó is, amivel a sérültek is tudnak vitorlázni, de csak egy házaspár használta egész nyáron. Ezt a hajót jelenleg csak ők használják, és ez alatt a nyáron kb. 3 hónapig ment a hajó. Az állami tulajdonú cég nem csak jövőre kap ugyanennyi pénzt, ezt már tavaly is megszavazták nekik. A cég igazgatója azt mondja, a fogyatékosok pénzét végül nem csak a gyerekekre költötték. Az egész építkezésnek az előkészítésének rengeteg olyan költsége jár, amit már jóval a pályázat megnyerés előtt muszáj voltunk megcsinálni, tervezések, szakértői értekezések készültek a témában, hogy hogyan építsünk pontosan mit, és ezeket is mindebből finanszírozzuk. Tehát jól értem, hogy ebből az több mint 134 millió forintból nem csak a gyerekekre, hanem ennek az egésznek a projektnek az előkészítésére is költenek? Azt úgy költöttük, bocsánat, lehet, hogy rosszul fogalmaztam, tehát a magára a projektre természetesen nem. Előkészítő költségeket, amit aztán később elszámoltunk, akkor ebből arra költöttünk. Információink szerint a sportiskola területén lévő fejlesztések egybevágnak a miniszterelnökség parlamenti államtitkárának elképzeléseivel. Ezt az igazgató nem is tagadta. Az Elsimon László államtitkár, ugye ő helyi lakos, és mint olyan, ő kiemelten figyel minket, ez igaz természetesen. Ezen kívül sok köze nincs hozzá, a velencei tavi vízisport szövetség alelnöke, a ilyen minőségében rengetegszer megfordul nálunk, és hívjuk is mindig természetesen. A Soltész Miklós államtitkár meg természetesen, hát gyakorlatilag közösen találtuk ki ezt az egészet. A Mozgáskorlátozottak Országos Szövetségének elnöke azt mondja, sokkal jobb helye is lett volna ennek a pénznek. Biztosan lesz néhány ember, aki majd ebben részt vesz, és ez nagyon jó. Csak a prioritások tekintetében mi úgy gondoljuk, hogy ennek az esélyegyenlőségi felzárkóztatásra fordítandó pénzeknek ennél sokkal fontosabb és sokkal hatékonyabb helye is lehetnének. A Paradicsom Klub Egyesület 1999 óta szervez a fogyatékkal élőknek vitorlástúrákat, versenyeket, rendes hajóval. Soha egyetlen egy fillér állami támogatást nem kaptak, most el is fogyott a pénzük, lehet, hogy jövőre megszűnnek. Bátori Róbert, Hír 24.